Ez a pénzügyi spekuláns birodalom foglyul ejtette Brüsszelt. S jól alszik, Viktor, kérdezem én. Jól alszik? Az embereknek megtaláljuk a jobbikényét. Adjuk vissza a reményt a magyar embereknek. Hiányzik a fehér, a tiszta lap fehérje. Jó lenne, ha a választási kampánya lebutított szlogeneken túl arról is szólna, milyen Magyarországot szeretnének a pártok. Szakpolitika szigorúan egy-egy percben. Akkor, amikor a jogról beszélünk, akkor én kiemelnék két fontos törvényt, amit biztos, hogy beadnánk, amelyik közül az egyik az egy törvénycsomag, ez pedig a korrupció ellenes törvénycsomag. Ezek nem nagyon izgalmas kérdések, nem is fogom felsorolni pláne egy percben, de ezek arról szólnak, hogy hogyan lehet megfékezni a korrupciót, megszüntetni nem lehet, de hogyan lehet megfékezni a korrupciót. Egy másik törvény, az pedig a ügynökökről szól és a lusztrációról szól. Én azt hiszem, hogy ezekkel fogjuk kezdeni a törvénykezést. Talán, hogyha a jogról beszélünk, akkor a legfontosabb, hogy mi nem fogjuk megerőszakolni a jogot, nem fogunk olyat csinálni, hogy egy kétharmados törvényt elfogadunk feles törvénnyel, és nem fogunk olyan törvénygyárat csinálni, amikor abszolút semmilyen jelentősége nincs annak, hogy az ellenzék mit mond, oda fogunk figyelni a kormánypártra is, és mindenképp olyan törvényeket fogunk hozni, amelyik valóban az emberekről szól és az emberekért szól. A Jobbik elképzelése, hogy strukturális változtatásoknak kell alávetni az igazságszolgáltatást, az Alkotmánybíróság esetében eljárási határidőket kell szabni, és abszurd, hogy csak 50 országgyűlési képviselő fordulhat utólagos normakontrollal, ezt megszüntetnénk, és minden egyes képviselőnek lehetővé tennénk, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon. A bíróságok esetében az a helyzet, ami kialakult, hogy egy embertől, egy egyszemélyi vezetőtől függ, hogy ki lehet bírósági vezető, ezt megszüntetnénk, és egy bírói testületnek a kezébe adnánk a döntésnek a jogát, amelyet a bírák saját maguk közül titkos választással választanának ki. Az ügyészség esetében, ami talán az egyik legkritikusabb pontja a rendszernek, 4/5-del választott legfőbb ügyészt raknánk, egy szakmai legfőbb ügyészt a szervezet élére, a tárgyaló ügyészeknek a függetlenségét megteremtenénk, de ugyanúgy a végrehajtókról sem feledkeznénk meg, elszámoltatnánk őket. Igazságügy. Azt is mondhatnám, hogy az igazságügy elére visszatesszük az I betűt, ami persze azt jelenti, hogy Magyarországon azt a jogállam felforgató és demokráciát romboló időszakot végre le kell zárnunk. Ahhoz, hogy persze legyen tartós és az emberek által támogatott, hosszú távon működő demokratikus intézményrendszer, ahhoz az kell, hogy Magyarországon a demokrácia és a jogállam mélyebb gyökereket verjen. Ehhez pedig az kell, hogy egy új típusú, egy negyedik tagországot kell létrehoznunk, ami nem csak az állampolgári szabadságjogokat, hanem a szociális biztonsághoz és a lakhatáshoz való jogot is tartalmazza. Azt kell elérnünk, hogy az új magyar demokráciát a magyar választópolgárok tényleg be tudják lakni, ezért meg kell erősíteni a részvételi demokrácia intézményeit. Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy működő intézmények kellenek, hanem arról is, hogy az állampolgárok úgy éreztessék, hogy ez a demokrácia valóban róluk szól, nem az elitekről, hanem a helyes és fontos közösségi döntésekről. Helyreállítjuk az alkotmányosság garanciáit, mert eltöröljük az egypárti alaptörvényt, és konszenzussal egy új demokratikus alkotmányt fogunk alkotni. Megreformáljuk a választási rendszert, új és demokratikus, igazságos törvényt alkotunk. Megszüntetjük a parlament nagy teljesítményű szavazógépként való üzemelését, és ezzel átláthatóságot és jogbiztonságot teremtünk. Helyreállítjuk az Alkotmánybíróság megnyírbált hatáskörét, és korrekt módon szabályozni fogjuk az bírák megválasztásának szempontjait. Megerősítjük a bírák függetlenségét. Átláthatóvá tesszük a kormányzat működését, új adótörvényt fogadunk el, megszüntetjük az adónak csúfolt állami sarcot, megtisztítjük a közéletet a korrupciótól, részrehajlás nélküliek, kemények és kérlelhetetlenek leszünk ebben a szempontból. A demokratikus koalíció új európai köztársaságot és független jogállamot akar. Új konszenzuson alapuló alkotmányt akarunk megalkotni, amelynek stabilitását biztosítani akarjuk, és amelyet népszavazással kell megerősíteni.
biztosítani fogjuk a bírák és a bíróságok függetlenségét. Néhány év alatt a bírák számát és jövedelmét 50%-kal kívánjuk növelni. Olyan igazgatást akarunk az igazságszolgáltatásban, amely részben a bírák önigazgatásán, másrészt pedig a kormányzati felelősségen alapul. Fel akarjuk számolni azt, hogy az ügyészségen pártkatonák dolgozzanak, akik a bűnt pártolják, és az ártatlanokat koncepciós eljárások alá vetik.